A piactér parkolójában, illetve a Csillás parkban van lehetőségük az extrém sportot űző fiataloknak, hogy görkorcsolyájukat, gördeszkájukat vagy rollerjeiket használják. Azonban sokan a város lépcsőin vagy korlátjain hajtják végre trükkjeiket, kártéve ezzel az épületekben. Ezen szeretne a városvezetés változtatni és több lehetőséget biztosítani a fiatalok számára. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen Török Ferenc képviselő napirend előtt szólalt fel a témában. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan alulról jövő kérés, kezdeményezés, amivel mindenképpen kellene foglalkoznunk. Nem beszélve arról, hogy akkor egy olyan helyen építhetnénk meg ezt a skating pályát, ahol a gyerekek akár felügyelet alatt, akár látható helyen és akár olyan helyen tennék ezt a sporttevékenységet, amit nagy örömmel végeznek, amikor nem a városi műtárgyakat rongálják, vagy nem mások háza előtt teszik ezt, vagy nem a piactér mellett a tűzoltósággal szemben a fák alatt tárolt ilyen kisebb eszközeiket, hanem akkor építsünk. Dr. Bálint József polgármester a felszólalás kapcsán elmondta, a képviselő nyitott kapukat dönget, ugyanis a jelenleg futó CLLD pályázatban szerepel hasonló a fiatalokat célzó közösségi tér kialakítása. Nincs elfelejtve a CLLD pályázatban ez a témakör, mivel késedelmesen indult a pályázat, ezért valamint csúszott, de ki van tűzve december 16-án, lakossági fórum lesz ebbe a témába, fiatalok, szülők, mindenkit várunk erre az alkalommal, tehát ott lesz első körben megbeszélve ez a téma, tehát mindenféleképpen teret kívánunk nekik biztosítani. Bolvári Ferdinánd képviselő elmondta, a fiatalokat is célzottan meg fogják kérdezni, pontosan mire lenne szükségük. Hozzátéve a pályázat kisé megcsúszott, azonban a pénzügyi fedezet biztosítva van. A témával kapcsolatban a lakossági fórumon december 16-án várják az észrevételeket.